Ezek azok a térképek, amelyek segíthetnek az ide látogató turistáknak, hogy megtalálják a látnivalókat, illetve azokat a vendéglátóhelyeket, ahol jót ehetnek. Baranyáról és Pécsről készültek ezek a kiadványok. Az alapötlet egyszerűen az volt, hogy bár ugye manapság szinte minden információ online elérhető, de ebben a nagy digitális zajban egy valóban gyakorlati szempontból is jól használható ajánló, meg kevés manapság is. Az volt az alapötlet, hogy ezt mi csináljuk meg részben a turisztikai látnivalókkal, részben pedig a gasztronómiai kínálattal kapcsolatosan Baranyában és Pécset, szóval gyakorlatilag négy kiadvány készült el, egy gasztronómiai kiadvány Baranya-Pécs, egy látnivalóval kapcsolatos kiadvány Baranya-Pécs, és ugyanez angol nyelven. A kiadvány megszületése mögött széles összefogás van. Ez látszott a nyilvános bemutatón is. A helyi kamara főtitkára kiemelte a gasztronómiai klaszter tagjainak összefogását. Egymással versengő cégek legyenek képesek közös ügyek mentén összefogni. Ez a kiadvány, ez ennek az összefogásnak, ennek a koordinált együttműködésnek az egyik kézzel fogható eredménye, amihez a kamara, mint cluster management szerv természetesen mindenféle erőforrása, kompetenciával, két remek kollégám operatív munkájával és anyagi támogatással is hozzájárultunk. A vendéglátósok szerint garanciát jelent a pécsi és baranyai gasztrotérkép. Nekünk azért fontos, mert az ide látogató turistákra, és hogyha esetleg a helyeknek is a kezébe kerül, akkor pontosan tudni fogják, hogy hova érdemes elmenni, ahol nem fognak igazából beégni, és jó minőségű kávét, menüt, pizzát, ételt fognak kapni. A pécsi önkormányzat már régóta akart hasonló kiadványt megjelentetni, mondja az alpolgármester. A Pécs kb. 3 éve kezdte el még egy GINO pályázatból a Covid előtt, hogy hogyan lehetne ezt a gasztrotérképet összerakni. Az igazság az, hogy a Covid alatt a tervezésig eljutottunk, de utána megakadt, és ugye belépett a klaszter és a megye is közben, és szerencsére sikerült egy városi megyei olyan gasztrotérképet csinálni, ami Pécsnek ezt a régió megyei központi szerepét hangsúlyozza, tehát hogy minden, ami ide tartozik, azt segíteni akarja, és most készült egy olyan tájékoztató, hogyha valaki ide látogat, akkor Baranyában, Pécsen a legjobb éttermeket találja meg, leírásokat talál róla, hova érdemes elmenni. A vármegyei önkormányzat elnöke is kiemelte az összefogást. A kiadvány pedig egész évre szól. Az, hogy ez így nyár végére készült el, azt is üzeni, hogy nem csak a nyári időszakban szeretnénk, hogyha több turista érkezne Baranyába, a baranyai városokba, megyeszékhelyre, Pécsre, hanem azt szeretnénk, hogy az év más időszakaiban, az ősz és a téli időszakban is Baranya egy egyre kedveltebb úti cél legyen. Egyébként, ha a tavaly évvégi adatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a megyeszékhely a negyedik leglátogatottabb turisztikai célponttá vált Magyarországon. Tehát azt gondolom, hogy Baranyának van keresni valója az ősz és a téli szezonban is. A gasztronómiai térkép 25 baranyai és 32 pécsi vendéglátóhelyet mutat be. A látnivalók közül pedig 25 baranyai és 26 pécsi célpontot ajánl. A lista évente változhat a kiadók szerint. A mostani kiadványok 30 ezer példányban készültek, és a turisztikai infopontokon, vendéglátó és szálláshelyeken érhetők el ingyenesen.